devizahitelt kaptunk a banktól, és mondjuk svájci frankban, akkor a svájci frank hitel kamata 0,02%, nem pedig 20-22% magyar forintban. Ez egy olyan óriási különbség kamatteherben, egy hiteles számára, amely már nem kifizethető. És ettől már a devizahitel újra hitellé. Az újonát pedig a magyar törvény büntetni rendeli, hogy Szágyi Sándor és a többi bankra kérték egyik szabadlábokba. Ott viszont már ezek a rakkező kutyák már rég a börtönrácsok között rohadtak, és rájuk rohad a műanyagnakra. Nálunk még ez miért nem történt meg? Itt vagyunk a másik banknál, a Raiffeisennél, ahol szintén véleményt nyilvánítunk arról, hogy milyen galád módon tartják be a magyar ügyvédeket. Ha a saját hazájában, a saját iskoláival megcsinálta volna, amit itt tett Magyarországon, akkor már a tulajdonosai rég fölkontrolták volna. Szó szerint fölkontrolták volna, azok az emberek már nem költek volna több kenyeret. Itt nálunk még mindig a magyar állampolgárok által kekemesen megtermelt jövedelemből ízlalják a pénztárcájukat, gyalolnak az Adrián, és nehetnek rajtunk. Hát mert nem törjük tovább, és nem hagyjuk. Ezünk ágában nincs bankot robbantani, kirakatot betörni, és egyéb ilyen varázslat cselekményt elkövetni, de azt semmiféleképpen nem fogjuk hagyni, hogy ezek a gyakendős bűnözők továbbra is a magyar nép mérét cipajozzák. Ezek az épületek szépek, értékesek, és szükség lesz rá akkor is, amikor már őket elkergettük innen. Én úgy ítélem meg a külpolitikai helyzetet elemezve, mint egyszerű gondolkodó ember, hogy ezeknek a bankoknak már nem sok jövőjük van Magyarországon, az utolsókat rúgják, és a bankszövetség vezetőivel együtt vagy elmenekülnek az országba, vagy pedig itt ott a súlyos börtönéveket eltölteni sok bankkövitát. Nagyon úgy néz ki, hogy a közeljövőben megváltozik a világrend, Amerika, mint a világ uralkodója megtűnik létezni, és elveszi a hatalmat a keleti blokk, melynek első lépéseit ma Ukrajnánál tapasztaljuk, és bizony Oroszország, Kína rendet fog tenni ezen a féltekén, és el fogja üldözni ezeket a kapitalista bűnözőket Európa területéről. Ugyanis ezek a bűnözők nem csak Európát, hanem Ázsiát is veszélyeztetik, és ők ezt már nagyon jól felmérték, és nem fogják hagyni. A dollár ma már csak azért létezik, mert Kína még engedi. De nem sokáig. Oroszország tervezi az aranyrúdnál bevezetését, és én úgy gondolom, hogy jó lenne egy független magyar nemzeti bank, aki a magyar nemzeti forintot igazítaná az arany rubelhez. Akkor eljönne újból egy úgymond gazdasági szabadság, melyen újból lehetne építeni ezt az országot. A elvégzett munkának értéke lenne, az értéknek vásárló értéke van, és ha a vásárlás a gazdaság fölött, akkor egy ország jól teljesít. Jól teljesítés, azt én úgy értem fel, természetesen negatív előjellel, úgyhogy ma bemegyek bármelyik élelmiszer üzletbe 5000 forinttal, akkor ma körülbelül a felét kapom azért a pénzért, mint egy évvel ezelőtt ugyanezen az időszakban. Igaz, hogy a statisztikai számok más mutatnak, de sokan el is hiszik, csak sajnos én mindig annak hiszek, amit látok és amit tapasztalom. Ha én egy évvel ezelőtt 5000 forintért tudtam vásárolni 8 kiló jelenmiszer, és ma már nem tudok vásárolni, csak 4 kilót érte, akkor a statisztikai számok nem igazak.
ennyire egyszerű kontrollálni azokat az adatokat, amiket is velünk megpróbálnak a médiákon keresztül ismertetni és elfogadtatni. A kérdés csak az, hogy elfogadjuk-e, vagy nem. Gondolkodunk-e, vagy nem. Ha nem gondolkodunk, bevezetnek minket a málmásba, a szlomok az amit a hatni. Ha gondolkodunk, akkor ezt nem tudják velünk megtenni.